Széken járunk. A csipkeszegi táncház kapujában, amelynek egyik szembetűnő érdekessége, hogy a magyar lobogó mellett egy holland zászlót is láthatunk. És hogy hogyan került oda, azt hamarosan megtudjuk. Van mondás, a fű a szomszédok mindig zöldek. Michel története mégsem a zöld fűvel kezdődött, hanem egy fekete-fehér fényképalbummal. Az egész projekt, az egész történet kezdődik Amsterdamban. Én 1985 jártam Tilburg, Amsterdam, kb. 150 km, és bent egy antikvárium Amsterdamban. Én találtam ez a könyv, Brautigum des Himmels. És bent a könyv vannak nagyon sok érdekes hagyományképek, fehér-fekete. És is véletlen is benne egy táncház. És ez a forrószegi és felszegi képek, mit Cornis Péter csinált 1967. Kornis Péter képei olyan hatással voltak Michel életére, amely egy fényképész munkásságának talán egyik kiteljesedését jelenti. Revolúció után, 1990, először jártam Széken. Valahol felszégen kaptam sok pálinkát, már nagyon hamar bedugtam, és kaptam egy zöld bableves, még egy pálinka, és ahol mi voltunk, öreg emberek lakt, és kb. 11 este jött az ő gyerekek, és ő mondta, mi is táncos vagyunk, gyere velünk, mi lakunk bent a centrum széken, és biztos tetszik, de én már ilyen belugtam, én már nem emlékezik semmit. Csak másnap, fél hét kb. Felébredtem, és kinyitam a szemem, és én gondoltam, Istenem, hol vagyok? És én voltam bent egy széki legszebb szoba, és kinyitam az ablakok, és mindenhol látom emberek székibe, és szekérkutsi látom, hallottam egy kovács csinálni a dolgom. Tényleg, mint egy esti mese, kezdődik az egész. Véletlen, ez tényleg egy esti mese. Ha te vagy egy hercog fiú, egy hercog, te kereszt egy hercog nő, nem? Én bent egy esti mese. Na, ha te vagy a tulajdonos egy táncház, te kereszt egy lány, aki laksz bent egy másik táncház. Na, és véletlen, az én most felesége, ő dolgozt bent a forrószegi táncház. És ő ott árult kenyér, és én mindig ott jártam, mert tetszik a ház. De is tetszik a lány egy kicsit, és vettem egy kicsi kenyér, vettem egy nagy kenyér, vettem egy fagyi. Na, együtt mi nyújtunk egy fagyi, kezdődik a barátság, és egy év után mi házasságtunk. Mikor legelébb jött, a lányomhoz jött. Ott lakunk közel egymáshoz. Aztán mi jött éveken át, sok-sok éve, aztán 10 éven is jöttél. 10 éven át is. Mi jött Székes, mindig jött odas, akkor mi ott lakunk közel, akkor jött hozzánk. Amikor volt, amivel megvendégeltem, a lányomnál aztán ott volt rendesen, ott ett, aludt, egy hetet szokott ülni. Aztán szerettük, már most a mög fiunk. Lassan már élni, tetszik itt a hely jobban, mint Hollandia. És lassan járt nálam a gondolás, van nekem itt Széken jön vissza a fiatalság. 2001. márciusában letelepedett Székre, ahol hivatásának érezve munkálkodni kezdett azon, hogy egyszer Csipkeszegen megint táncház legyen. 2004. május 9-e volt az a nap, amikor ez az álma teljesült, és mind a mai napig újra valóra válik.
mondjuk amit csinált Misi, mondjuk ebbe a községbe, ilyesmit nem csinált senki. Nem, biztos. Most mi vagyunk bent az új Kipiszegi táncház. A régi táncház, ez most már múzeum. És több és több székiek, diák és turisták tetszik táncolni. És ott a helye kicsi, túl kicsi. És nekem fontos volt, mit ott látni bent a kicsi táncház, jön vissza bent az új táncház. Nekem nagyon fontos volt a gerendát, és az olajlampát, és egy paar nagyon érdekes itt, ez a csizmát. Én kaptam az utolsó 20 éve, kb. 430 paar csizmát. Bent a Csipkeszegi táncház, ha vettem 2004, két paar csizma volt, lány és férfit. És én tettem ki a tornát, mert kicsi büdös volt, kell kicsi jó levegő. És egy paar nap után jött egy asszony, és mondtam, miért már 5 napok a csizmát kint, miért ha süt a nap, a beurt lesz túl kemén, és nem lehet tovább használni. És spontánikus én mondtam, kedves asszony, ez volt egy táncház, lesz még egy táncház, és ha fúj a szél, már táncol a csizmát. És minden, mondtam, és mindenki, aki ad nekem az ő régi büdös csizmát, én adom szimbolikus egy dobusz holland kávé. Az este közelettével Michel hozzáfog az előkészületekhez, hogy minden a legnagyobb rendben menjen majd, és a vendégek jól érezzék magukat a táncházban. Ez az én hobbi, ez az én munka. Kész. Minden készen áll arra, hogy ezen az estén széken újra táncra perdüljenek. A zenészek már elkezdték a hangolást Józsi bácsival és Michellel együtt. A vendégek is gyülekeznek, és mire lemegy a nap, a Csipkeszegi táncház ismét életre kell. Ahogy lement a nap, a vendégek a nótázás után betérnek a táncházba, hogy megkezdődjön a mulatság. Az estét a legények nyitják meg, a leányok a padon ülnek még, amíg a tempók és legényesek lejárnak. Utána kezdődik meg a közös tánc. Tánc dolog, ez egy nagyon csodálatos dolog, és nagyon élvezem csinálni. Ezek a fiatalok a hagyományok megőrzésének mintapéldái, akik örömmel járnak el táncházba, megőrizvén ezáltal mindazt, amit őseik rájuk hagytak. Széki vagyok, jobban tudom a múltját ennek a táncnak, és az jobb. Hát ez már nekünk egy hobbivá vált a tánc, mert lejárunk a táncházba, és tanuljuk is, jobban fejlesztük a táncodásunkat. A diszkóba jár mindenki, mert ott vagánynak kell lenni, itt meg hogyha nem tudsz, akkor nem nincsen miért jöjjél. Milyen gyakran jártuk el ide a Csipkeszegi táncházba? Mikor van mindig? Igen. Mi négyen mindig? Igen. Igen, minden alkalommal vagyunk. Sándor bácsi tanít minket. De jól meg kell gondoljam, mert ez
nem a tavaly volt, amikor elkezdtem. 98-2000-től már elkezdtem tanítani a gyerekeket. Fő cél az, hogy a gyerekeknek átörökítsük mindazt, ami ugye a széki tánc, széki kultúra, hagyomány. Hát ugye annyit lehet róla elmondani erről a néptáncról, hogy mint látták, ez maga nevében egyedi. Tehát ugye szék az a táncházmozgalom bölcsője, ugye innen indul a táncházmozgalom, és ugye tájegységileg mezőséghez tartozunk, de azért a táncunk az a környező településeknek a táncától eltérő, és mondjuk még annak örülünk, hogy ha bár nem olyan formában, mint anno, mit tudom én, a 89-es forradalom előtt, de azért még mindig intézményesített keretek között ugyan, de azért még mindig fennmaradt, és igyekszünk még továbbadni a elkövetkező generációknak. Az este a végéhez közeledik. Sokan hazatértek otthonaikba, de még egy páran közös énekléssel zárják le a táncázat. És amikor már üres a tér, csak csend jár át mindent, a csizmák árnyéka a falon táncol.